Feltűnően lelassult a forgalom reggel a Kincs utcán. Ennek bizonyára az az oka, hogy trafipaxszal mérték az autók sebességét. Bárki kérhetett kamerát bármelyik megyei útszakaszra. Ide is került trafipax. Az e-mail címünkre 25 javaslat érkezett, és ebből megpróbáltuk ugye objektíven nézni ezeket a javaslatokat, és a mi szakmai tapasztalatainkkal, illetve a baleseti helyzetekkel összevetve választottuk ki a 24 helyszínt. Feszülten figyelte a trafipaxot Kulcsár Ágnes. Ő kérte, hogy itt legyen ma reggel kamera. Tapasztalatom szerint itt elég gyakran túllépik a sebességet, főleg mióta felújították ezt az utcát. Nem csak itt, hanem a megyében több helyen mérték ma a sebességet. Térképen mutatjuk a helyszíneket. A megyeszékhely mellett például Kisvárdán, Vásárosnaményban, Máté Szalkán is volt trafipax. Ha valaki ezt a felsorolást előre megnézte és ott lassított, biztosan nem büntették meg. Vannak erre korszerűbb módszerek is. Itt van például egy ingyenesen letölthető mobiltelefonos applikáció, ebből pontosan látszik, hogy jelenleg 4 helyen mérnek Nyíregyházán, ebből 2 fix trafipax, 2 pedig olyan, ahol a rendőrök kiálltak és mérik az autók sebességét. Ha rákattintunk, akkor az is látszik, hogy pontosan hol, itt például az incidens sor 21 szám előtt lesz, vagy van trafipax, egészen este 6 óráig. Így aztán sok bírságra nem számíthat ma a rendőrség. Azt mondták, nem is ez a céljuk. Ezzel a mai nappal nem az a célunk, hogy szankcionáljunk, ezzel a mai nappal az a célunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy itt a gyorshajtás az közlekedés biztonság szempontjából nagyon veszélyes tevékenység, és ezzel is próbáljuk a közlekedőket arra sarkalni, hogy tartsák be a sebességhatárokat, illetve úgy válasszák meg azokat, hogy mindenkor, minden körülmények között megfeleljen. Jövőre is lesz Trafipax kívánságműsor, a mostani akció péntek reggel 6-ig tart.